Mint ahogy láthatátok, vettem 2 darab vízipisztolyt is, az egyetlen probléma, hogy jól el kell dugnom a csomagtartóba, mert nem szeretem, hogy Kinga észrevegye, már nagyon várom. Még nem sejti, hogy mi vár rá. A pisztoly feltöltve. Szedjük le róla ezt. Na, mindjárt felpumpálom. Aztán pedig kimegyünk. Csináljunk egy tesztlövést. Figyeljetek, felpumpáltam. Oh, wow! Ezt majdnem belőttem a konnektorba. Amúgy sziasztok, hétfő reggel van, tehát húsvét hétfő reggel, most kell, ma kell locsolkodni. De én úgy döntöttem, hogy csak nem simán parfümmel, hanem mint ahogy láthatátok, vettem egy giga-mega vízipisztolyt, és elsőnek Kingát lepem meg. Nemrég jöttünk az edzőteremből, most olyan 8:30 lehet, ő éppen kint hecik a kutyákkal, semmit nem sejt. Úgyhogy most itt a vízipisztoly. Fel van töltve vízzel. Először megpróbálok valahogy oda lopakodni, hogy biztos, hogy ne sejtse. Aztán pedig BOOM! Szétlőjük vízzel. Semmit nem sejt, ha játszik a kutyákkal. Én pedig készen állok. Ő is kislány. Fie. Ő szereti. Mindjárt itt vagyunk mamáiknál, van mind a két vízipisztoly, Kinga lábánál, aztán megpróbáljuk őket meglepni. Mármi nagymamámat, meg keresztanyukámat. Te vagy az, mama? Oh. Sziasztok, és üdvözöllek titeket, sajnos az utolsó 2017-es húsvéti különkiadásban. Igen, rettenetesen gyorsan elment ez a 4 nap, ugye péntek, szombat, vasárnap, hétfő. 4 nap volt, és elment, kész, vége, mintha nem is lett volna. Nem, de komolyan rettenetesen gyorsan elment. Ugye ma hétfő van, ti is ezt a videót hétfőn fogjátok látni, és hát ugye ma volt a locsolkodás. Remélem tetszett nektek, én nagyon-nagyon élveztem, ahogy lelocsoltam Kingát, meg nagymamámat, meg keresztanyám. Én nagyon élveztem. Ugye nem csak a szokványos módon leparfümöztük őket, hanem jó nagy vízipisztoly, amit együtt megvettem veletek, szétlocsoltuk őket. Én nagyon élveztem. Nem akartam az ágyból kijönteni őket reggel, mert már volt ilyen sajnos, és utána hetekig száradt az ágy, mert hát egy nagy vödör vízzel sikerült. Úgyhogy ezt inkább kihagytam most. Maradtam a jól bevált vízipisztolynál. Remélem ti is sok-sok csokit és édességet kaptatok, mint ahogy biztosan sokan tudjátok rólam, imádom a csokit, meg mindenfajta finom édességet, úgyhogy ez az ünnep, ez nagyon nekem való. De remélem ti is sok-sok finomságot kaptatok, én például meg akarom mutatni az egyik legnagyobb kedvencemet, ezt a barátnőmtől kaptam, biztos sokan ismertek, a Cream Egg, a Cadbury-nek a Cream Egg csokija, zseniálisan finom. Azért is hoztam magammal, mert mindjárt valok is egyet. Szóval arra szeretnék titeket megkérni, hogy kommentbe írjátok már, hogy ti mit kaptatok. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti miket kaptatok, milyen finomságokat, mondjuk írjátok le a kedvenceteket, amit ti kaptatok húsvétra. Továbbá, ha találtatok valami jó húsvéti verset, amit sokat-sokat használtatok a mai nap, akkor azt is osszátok meg velünk, mert én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti milyen húsvéti verset mondtatok. Én elmondok nektek egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú és bonyolult húsvéti verset. Felnéztem az égre, a versemnek vége. Szabad elocsolni. Én nagy részt ezt használtam. Tudom, rövid,
Lényegre törő, de hát nem ez a lényeg. Rövid legyen, lényegre törő. Nem, viccet félretéve. Úgy gondoltam, hogy ez poénos, mert mindenki azt hitte, hogy ez hosszú lesz, és egyébként pedig jó rövid volt. Na de, remélem mindegyikőtöknek nagyon-nagyon jól telt ez az ünnep. Én nekem 2 darabokból is nagyon jó volt. 1. Sokat lehettem a családommal, barátnőmmel, barátaimmal. 2. Meglett a 15 000 feliratkozó. Hihetetlen. Szó szerint hihetetlen. Tegnap, azaz vasárnap este olyan 9-10 körül meglett a 15 000. Óriási nagyszám. Elmondhatatlanul óriási nagyszám. Fel sem tudom fogni, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek. Ezt tényleg csak nektek köszönhetem. El sem tudom mondani, hogy mennyire boldog vagyok. De nem állunk meg. És ugye nem a feliratkozók száma a lényeg, hanem hogy mennyi boldog feliratkozón van. Úgyhogy remélem mindenkinek tetszettek ezek a húsvéti videók. Ugye volt videó csütörtökön, pénteken, szombaton, vasárnap, hétfőn, és lesz kedden is. Úgyhogy találkozunk holnap is, méghozzá szerintem egy vloggal, ahol összegezzük ezt a 6 napnyi videót. Szóval remélem tetszett nektek ez a kicsit rövidebb videó is, és ne feledjétek, várom, hogy nektek mi volt a kedvenc édességetek, továbbá milyen verset mondtatok locsolkodáskor. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Legyen további szép napotok, és esetleg, ha még nem láttátok ezt a videót itt, akkor kattintsatok rá, nézzétek meg, ez is húsvéti témájú, remélem tetszeni fog nektek. De nem kell sokat várni, hamarosan jön az új videó. Szóval találkozunk holnap. Legyen további szép napotok, sziasztok!